Játékkal ütötték el az időt ezek a négylábúak, míg várakoztak a szexádi kutyás menet elindulására. A jótékonysági eseményre számos kutyamenhelyről származó állatot hoztak el gazdáik. Többen azt mondták, számukra egyértelmű volt, hogy jelenlétükkel és kutyatáppal támogatják a szexádi kutyamenhelyet. Szerettük volna találkozni a többiekkel, illetve hogy azért megmutassuk azt, hogy őket is nyugodtan el lehet hozni a menhelyről, nem kell tőlük félni. A jótékonysági akción nem csak kutyabarátok és kutyamenhelyes állatok tulajdonosai vettek részt, hanem számos helyi egyesület és szervezet is csatlakozott a sétához, és egyre csak hozták a rengeteg felajánlást a menhely számára. A szexádi kutyamenhely vezetője azt mondja, nagyon örülnek a támogatásnak és annak, hogy láthatóan összefogott szexárd kutyás társadalma. Azt gondolom, hogy a kutyás társadalomnak nagyon fontos összefogni sok cél érdekében. Például amiatt, hogy jobb legyen a kutyák megítélése, esetleg a különböző kutyásoknak a kultúrája esetleg kedvezőbb legyen. Tehát, hogy minden ember tartsa be a szabályokat, és nem utolsó sorban itt most egy ilyen összefogás kezd kialakulni, hogy a kutyatulajdonosok megpróbálnak segíteni azokon a kutyákon, akik a kutyamenhelyen vannak. A jótékonysági akció szervezője a 7100 a Városod Egyesület volt. Tóth Róbert, az egyesület alelnöke, az akció ötletgazdája azt mondja, nem is számítottak rá, hogy ilyen sokan csatlakoznak a jótékonysági kutyasétához. Nekünk az egyesületünknek az a célja, hogy jótékony kezdeményezéseket karoljunk fel és megvalósítsunk olyan eseményeket, mint például a mostani jótékonysági közösségi kutyás találkozó. És igazából ez egy séta is, hiszen mindenki, én magam is gyalog jöttem most ide a kutyusommal, Teóval, és mi is hoztunk egy nagy zsák tápot a szexádi kutyamenhely lakóinak, hiszen nekik gyűjtjük most a felajánlásokat. A kutyás menet a Baka István általános iskola melletti parkból indult, és a környező utcákat járták végig.